Végső nyugalomra helyezték szerdán Csollány Szilvesztert Budapesten a Farkasréti temetőben. Az olimpiai világ és Európa bajnok tornász január 24-én hunyt el, 51 éves korában. December eleje óta volt lélegeztetőgépen, miután a szervezetét megtámadta a Covid. Állapota annyira súlyos volt, hogy Sopronból rövid idő után átszállították a budapesti Korányi kórházba. Csollány Szilveszter 1996-ban Atlantában gyűrűn olimpiai ezüst, 2000-ben Sydneyben pedig ugyanebben a számban aranyérmet szerzett.